Már javában készül a pécsi Lővei Klára gimnázium a második Lővei világtalálkozóra. Idén az iskola udvarára is kiterjesztik az ünneplés lehetőségét. A tavalyi sikeres hagyományteremtés ötletadója Zalai Szabolcs igazgató volt. Az idei találkozó főszervezője Beregyné Szőcs Anna Mária tanárnő. A felépítése a programnak nagyjából az lesz, mint tavaly volt, de egy kicsit kibővítettük az időt és a tereket. Tehát már délelőtt várjuk a vendégeket osztálytalálkozókra, és egészen este 11 óráig egy közös bulival fogjuk zárni a napot, tehát este is tovább leszünk. A tereket pedig annyiban bővítettük ki, hogy a sportudvarunkat egy hatalmas sátorral fogjuk lefedni, tehát az időjárás sem fog idén közben szólni a programoknál. Ott is szervezünk koncertet, kvízt, és az esti bulit is oda tervezzük. A belső terekben is lesznek kiváló programok. Közel 20 jelenlegi és volt tanár tart majd nosztalgia órát. 15 volt lőveista életút beszélgetésen vesz részt. A díszteremben a találkozások terén a gimnázium 5 tagozata mutatkozik be, tette hozzá a főszervező tanárnő. A valós cél az, hogy egy kicsit visszavonzuk a volt lőveistákat ide az iskolába, hiszen mindenkinek ez a 4 év a középiskolában az életének egy meghatározó időszaka volt, szívesen gondol vissza rá, nagyon szép emlékei vannak, ezek közül tavaly számosat hallottunk is, egy-egy helyen, ahol megálltunk, emlékeztek a volt lőveisták, hogy itt ez volt, ott az a terem volt, itt ez történt, az történt. Tehát nosztalgiázni várjuk őket, illetve azért is várjuk őket, hogy egy élő kapcsolatuk maradjon fent az iskolával. A pályaorientációs napokon is lehetőség van meríteni a volt lőveistákból. Szeretnének kapcsolatot teremteni egymással a generációktól, földrajzi távolságoktól és tagozatoktól függetlenül. A rendezvényen adománygyűjtési lehetőség is lesz. A rendezvény mögött a Lőveiért Alapítvány áll, iskolánknak az alapítványa, és az alapítvány számára gyűjtünk támogatást. Az alapítványnak sokféle célja van, most ebben az évben kimondottan az alsó tornatermünk felújítására gyűjtjük a beérkezett összeget, hiszen tudjuk, hogy a megnevelkedett testnevelés órák száma miatt erre nagyon nagy szükség van. A Lővei Világháló megszervezésével a világ minden tájára szétszóródott, mintegy 10 000 egykori diákot kívánják elérni, megszólítani. Tavaly Amerikából is regisztráltak, idén is Európa számos országából érkeznek volt lőveisták, de az ország távolabbi pontjairól is várnak régi diákokat. A héten lehet még regisztrálni az interneten, de a helyszínen is van erre lehetőség.